A 2020-ig rendelkezésre álló Európai Uniós pályázati forrásokból Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jut a második legmagasabb támogatási összeg. A benyújtott támogatási kérelmek első körében a teljes forrásösszeg harmadát kapták meg a pályázatokat benyújtó önkormányzatok, szervezetek és társaságok. 90 milliárd forint a megyei önkormányzat rendelkezésre álló forráskeret, és erről egy harmadnyi döntés született. Körülbelül 30 milliárd forint esetében megszületett a támogató pozitív döntés. A nyertesek, a pályázat kedvezményezettjei értesültek erről, és a mai naptól fogva ez nyilvános is számunkra is, lehet szemezgetni a pályázatok közül is akár. A brüsszeli támogatás segítségével belterületi utak építése, közlekedés és turizmusfejlesztés, városrehabilitáció, egészségügyi és más közösségi szolgáltatások fejlesztése valósulhat meg a következő időszakban az érintett településeken. A pályamunkák elkészítésében a megyei önkormányzat is segítséget nyújt a pályázóknak. Megyei önkormányzati hivatal közel másfél éve kezdte meg azt a támogató tevékenységét, amelyet a települések irányában végez. Közel 100 terület és település fejlesztési operatív programra benyújtott támogatási kérelemben veszünk részt. Ezek nagy részében projektmenedzsment tevékenységet, de szakmai támogatást is nyújtunk. Én úgy gondolom, hogy a munka dantárja ezután következik. A nyertes pályázatok megvalósítása lényegesen nagyobb szakmai és leterheltségbeli kihívás jelent majd a hivatal munkatársai számára. Az első körben nyertes projektek közül például ipari park fejlesztésre 2,7 milliárd, helyi gazdaságfejlesztésre 1,2 milliárd, a turizmus élénkítésére 4,8 milliárd, óvodák és bölcsödék építésére vagy rekonstrukciójára 6,3 milliárd, a zöldváros programra 1,7 milliárd, környezetvédelmi fejlesztésekre pedig 5,6 milliárd forintot fordítanak. A miniszteri biztos szerint a következő fontos feladat a támogatási szerződések megkötése lesz a nyertesekkel. Nyertesek kiértesítése az elmúlt napokban megtörtént, megkapták a támogatáshoz szükséges okiratot. A támogatáshoz szükséges okiratokban föl van hívva minden egyes nyertes, hogy milyen jellegű feladat van ahhoz, hogy a támogatási szerződés megkötésre kerüljön. Én fölkérem most is ezen a sajton keresztül fehérvonyi nyertesek figyelmét, hogy ennek minél hamarabb tegyenek eleget, hiszen az elközelítődő néhány hétben szeretnénk mindenkivel megkötni a támogatási szerződést. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésre kerül, és előleget igényelnek, akkor pedig ezt minél hamarabb a kormány szeretné mindenkinek a számlájára eljuttatni. A tájékoztatón elhangzott a nyertes pályázó önkormányzatok és szervezetek részére május 22-én partnerségi napot szerveznek a megyeházán, ahol választ kaphatnak a támogatások folyósításával és felhasználásával kapcsolatos kérdésekre is.